A végsőkig küzdött, de legyőzte a halálos kor, Carl Erik Böhnt, a kivételes akaraterővel rendelkező szakembernél 2013. februárjában leukémiát diagnosztizáltak, szeptemberben csontvelő átültetést hajtottak végre rajta, december közepén az RSO TV-nek norvégiai otthonában pedig még úgy nyilatkozott, hogy alig várja, hogy újra munkához lásson. Az elmúlt 10 hónapot ágyban töltöttem, napi 22-23 órát kellett feküdnem. De 5 napja hazajöhettem, és ezzel együtt az energiám is visszatért. Új embernek érzem magam, az életem újra elkezdődött, és olyan, mintha soha nem is lettem volna beteg. Persze gyakran járnom kell az orvosokhoz, de most tele vagyok energiával. Március közepén visszatérek Magyarországra, és ott is leszek egészen addig, amíg meg nem nyerjük a Riói olimpiát 2016-ban. Bevallom, az elmúlt 10 hónapban napról napra éltem. Figyeltem a napok múlását, néha számoltam a perceket, volt, hogy a másodperceket. Maga volt a pokol. De most már alig várom, hogy visszatérjek Magyarországra, és ez az egész már csak a múlt legyen, és mindent elfelejthessek. Amikor a kórházban voltam, eldöntöttem, hogy amint azt mondják, hogy a szervezetem megszabadult a kórtól, elkezdek dolgozni. Nagyon jó újra a kézilabdával foglalkozni. A vizsgálati eredményeim hol egy kis javulást, hol egy kis romlást mutattak, de azt hiszem ez normális. Nagyon erős gyógyszerekkel bombázzák a szervezetemet, de amint megindul minden a helyes úton, nem kell már sokat várnom arra, hogy annyira egészséges legyek, vagy akár egy edzést is levezényeljek. Nagyon várom már ezt a pillanatot. Ez a pillanat azonban már sosem fog eljönni, hiszen egy nappal karácsony előtt kapta a rossz hírt, miszerint a leukémia, amely újra megtámadta a szervezetét, gyógyíthatatlan. Játékosként 126 alkalommal szerepelt a norvég válogatottban 1986 és 1993 között. Ezt követte edzői karrierje, ahol előbb a norvég férfi kézilabda válogatott másodedzője, majd 1998-tól a norvég Drammen férfi csapatának edzője volt, a klubbal 1999-ben KEK elődöntős, 2001-ben KEK negyeddöntős volt. A Larvik női csapatának előbb segédedzője, 2005-től 2011-ig vezetőedzője volt. Ebben az időszakban szép sikereket ért el, hiszen 5 bajnokságot és kupát nyert a csapattal. 2010-ben elődöntőbe jutott a Bajnokok Ligájában, 2008-ban KEK győztes, 2009-ben KEK döntős volt. A Lár Viktor menesztett Böhnt 2011. augusztusa végén kinevezték a Magyar Női Kézlabda Válogatott Szövetség kapitányának, 2011. novemberében pedig a Győri Audietó KC vezetőedzőjének. Klubcsapatával a BL döntőbe jutott és megnyerte a magyar bajnokságot. Sikerei itt még nem értek véget, hiszen irányításával 2012-ben a magyar válogatottal bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon. Carl Erik Böhn februárban töltötte volna be 49. életévét.